A Bábos Mese Kuckó egy kreatív foglalkozás másfél négy éves gyerekeknek. A program során a kicsik bábismerkedőn, mesetornán, kézműveskedésen vehetnek részt. Az egész a kicsik igényeire épül. Idén 10 éve annak, hogy ezt útjára indították. Ebből az alkalomból október 12-én a Bocskai Rendezvényközpontban tartanak foglalkozást, amit egy jótékonysági akcióval kötnek egybe. Mostantól tisztítószereket gyűjtenek rászorulóknak, amit ezen a napon osztanak szét. Október 12-én egy különleges programra várják a kicsiket és nagyokat mesékkel, bábokkal, fejlesztő foglalkozásokkal. 10 éves a Bábos Mese Kuckó, ez alkalomból egy fontos esemény lesz itt a Bocskai Rendezvényközpontban. Mi pontosan? A Bábos Mese Kuckó egy babamama foglalkozás, aminek a kitalálója Babos Eszter, bábművész, író és 4 gyermekes édesanya. Ő országosan képez Bábos Mese Kuckós foglalkozásvezetőket, akik ezt a babamama foglalkozást tartják. Én ezt a foglalkozást egy kicsit magasabb szintre emeltem, hiszen már az óvodás korosztály számára is tartok ilyen komplex fejlesztő foglalkozásokat, ami úgy néz ki, hogy egy bábos előadás valamilyen mesét, általában állatmesét saját készítésű bábokkal játszom el. Ezután egy mozgásfejlesztő rész következik, majd egy kézműves foglalkozással zárul az előadás, hiszen a gyerekek így valamilyen kis apróságot haza tudnak vinni, ami a későbbiekben egy vizuális tartalom jegyzékként szolgál nekik. Hogy csatlakozik mindehhez Szoboszló? Hajdúszoboszlón 1 éve vannak ilyen foglalkozások. Én tartom ezeket a foglalkozásokat közintézményekben, illetve nyilvános helyszíneken. Az október 12-i program egy országos kezdeményezés. Ezen a napon minden bábos, mesekuckós foglalkozás vezető ugyanazt a mesét fogja bábozni, ugyanabban az időpontban. A bábokkal előadott mesék mivel tudnak többet adni a gyerekeknek, mint egy átlagos meseolvasás? A mai felgyorsult világunkban, ahol a gyerekeket, és nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is az okos eszközök veszik körül, ez egyfajta kézzel fogható valóság, és egy csoda. Tehát együtt repülünk el Meseországba. Ez az esemény össze lesz kötve egy jótékonysággal, amikor is tisztítószereket, tisztálkodási szereket fogtuk gyűjteni, ahogy te is mondtad, miket pontosan? Rászoruló családok részére gyűjtünk tisztálkodási eszközöket és tisztítószereket, amiben nagy segítségemre volt a Szoboszlói Gyermekekért Egyesület, illetve a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ. Az egyesületünk ugye fő tevékenysége a kifejezetten a gyermekekkel való törődés, foglalkozás, az ő életüknek a színesítése. Örömmel vettük a Szilviának a megkeresését, hogy ezt kössük össze a jótékonysággal. Korábban is volt már ugye több jótékonysági akciónk, ami kifejezetten sikeres volt. A városban rendkívül sok a szociálisan érzékeny ember, és minden megmozdulásunk pozitív fogadtatásban részesült, ezért gondoltunk, hogy csatlakozunk. Hol lehet leadni az adományokat? Az adományokat 3 helyszínre várjuk, az Aprónép óvodába, a Családsegítő Központba, a Kossuth utca 15 szám alá, illetve a Pezipé kreatív hobbiboltba, a Bárány utca 2 szám alá. Említetted, hogy tisztálkodási szereket, tisztítószereket vártok, kicsit konkretizáljuk, mi minden kerülhet bele az adományozó csomagba? Az adományozó csomagban a legapróbb szappantól kezdve a mosószeren keresztül a bármi, ami tisztálkodás címszó alatt eszünkbe jut. Ugye mi kifejezetten a gyerekekre gondolunk, az ő életüket szeretnénk egy kicsit a családon belül ezáltal megkönnyíteni, és úgy gondoljuk, hogy ez az a, ugye a tartós élelmiszergyűjtés mindig szokott lenni, tanszergyűjtés is volt, mindenféle gyűjtés volt már, ez az a dolog, ami még eddig kimaradt, ez a szegmens. Október 12-e ennek az eseménynek az időpontja, a helyszíne a Bocskai Rendezvényközpont, de beszéljünk mégis egy kicsit részletesen a programokról. Mi minden várja itt a családokat? 10 órakor kezdődik a program, és minden kisgyermeknek ajándékkal készültem, hiszen csak egy születésnapi rendezvényről van szó, illetve egy kis tombolával szeretnénk kedveskedni, aminek a zárbevételét szintén jótékonysági célra fogjuk fordítani, és rendkívül értékes nyeremények vannak nem csak gyermekek, hanem a felnőttek számára is, hiszen többfelől érkeztek felajánlás. Sok különböző koncertjegyek, könyvek, tombola felajánlása érkezett, még hidegtál, fodrász, kozmetika és egyéb értékes nyeremények. Én fogok bábozni, a gyerekeknek kézműves foglalkozással készültünk, illetve egy kis ásványvízzel, pogácsával és almával.